Mit kapsz az írástól, amit semmi mástól nem kapsz meg? Otthonosságot, biztonságérzetet, azt az érzést, hogy van helyem a világban, és van dolgom. Az író leül egy fehér papír elé, írni kezd. Az üres felület ijesztő, az írás varázslás. Mi történik írás közben? Hogyan veszi át az irányítást a szöveg? Írókat hívtunk meg egy csésze kávéra, hogy a kávészünetben meséljenek a titokról, amit az írás jelent. Milyen érzés az, amikor a szöveg írás során átveszi az irányítást? Az a legjobb érzés, akkor tudom, hogy jó úton járok. Az a legizgalmasabb pillanat, amikor érzem, hogy valami olyasmi került bele a szövegembe, amiről eredetileg fogalmam sem volt. Tehát akkor kezd kibontakozni a titok. És én olvasóként is azt szeretem, hogyha egy szövegen átdereng a titok, valami, ami túl van a szerzői szándékon, ami addig rejtőzködött, és a szöveg által válik láthatóvá. Mi a legideálisabb helyszín, időpont és hangulat az íráshoz, és mit teszel annak érdekében, hogy ne zavarjanak meg ebben? Alapvetően nekem egyedül létre van szükségem. Ez egy magányos tevékenység, nekem fizikailag is egyedül létre van szükségem, és tulajdonképpen nem csak akkor van szükségem egyedül létre, amikor dolgozom, hanem előtte, a felvezető szakaszban, amikor látszólag még nem történik semmi, de én már készülődöm a munkára. És ezek az órák, ezek tulajdonképpen nagyon fontosak, ezek a vajúdás percek. Egyébként háztartási munkát nagyszerűen tudok ilyenkor végezni, tehát mosogatni, szekrényeket pakolni, sőt azt mondanám, hogy a szekrénypakolás, mint olyan, az egy nagyon ihlető dolog, mert számomra maga az írás is valamilyen módon rendteremtés a világban. Mi volt az első szöveged, amit már megmertél mutatni valakinek a környezetedből? Hát általános iskolás koromban mutattam meg az osztálytársaimnak mai szemmel vállalhatatlan verseket, de tulajdonképpen stílus imitációnak nem voltak olyan nagyon rosszak. Az írás folyamán számodra mit jelent a siker és mit jelent a bukás? Ezt nagyon jókor kérdezed. Egy hosszú-hosszú szöveget töröltem ki tavaly, mert úgy találtam, hogy nem érdemes újraírni, hanem teljesen meg kell változtatni az útvonalat. Az igazi siker az, erről beszéltünk az elején, ha valami olyasmi kerül bele, ami bennem, az én tudatom mélyen készülődött, de még én magam sem láttam tisztán, és a mondatok valahogy inverz módon körberajzolják ezt a dolgot. Ezt tartom igazi sikernek. Bukásnak azt tartom, hogyha csak a tudatommal próbálok létrehozni valamit, és dolgozom, és nem kell életre a szöveg. Magamnak ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy fogod érteni, hogy nem világítja át semmi. Tehát korrekt, jól működik, de hiányzik belőle az a plusz, az a titok. Azt mondanám, hogy az a pici szabálytalanság, ami mondjuk egy emberi arcot is szépé tesz, vagy vonzóvá. Hogyha nincs benne ez a különösség, furcsaság, ami velünk marad olvasás után is, ez a különös utóíz, akkor az csak egy jól megírt szöveg. Jól megírt szövegekből rengeteg van, fölösleges szaporítani a számokat. Ha el kellene képzelned az életedet írás nélkül, akkor mit veszítenél? Nem tudom elképzelni az életemet, nem is szeretném. Tehát ez az egyetlen dolog. Nagyon sok mindent elvesztettem már az életemben, de nekem ez jelenti az önazonosságot. Tehát ez független a körülményektől, független a publikálási lehetőségektől és minden egyébtől. Ez az én megtartó erőm, tehát ezzel vagyok azonos. Mi az az üzenet, amit az írás által kaptál, és amit továbbadnál pályakezdő íróknak? Hát egyrészt az, hogy az írjon, akinek ez jelenti a legnagyobb örömet a világon. Mert akármennyire is kilódás írás közben ez a munka, amikor elkészül valami, vagy úgy érzem, hogy
sikerült megvalósítani valamit, annál nincs nagyobb kielégülés. Tehát abban a pillanatban az ember azt éli meg, hogy a dolgok rendben mennek. Kikerült a pont az utolsó mondat végére, helyére ugrott az utolsó jelző is a szövegben, és valami megtörtént. És az olvasással mi a helyzet? Szerinted miért kell, vagy mit tud adni nekünk a könyv, hogyha olvasói vagyunk? Azt az érzést, hogy nem vagyunk egyedül a világban, a traumáinkkal, szorongásainkkal, személyes történeteinkkel. Hogy tulajdonképpen, ha kicsit távolabbról nézzük a saját, nagyon jelentékenynek érzett, de valójában jelentéktelen életünket, akkor rá kell döbbennünk, hogy minden megtörtént már.